Mint a mellékelt ábra mutatja, a kosárlabdázás egyik fő technikai elemében, a tempódobásban igazán jól állnak a szekszárdi utánpótlás nevelésre szakosodott új kosárlabda klubban. Ha azt vesszük, hogy a mérkőzésszerű gyakorlásból céloztak középtávolról, illetve hárompontos vonalon túlról a szekszárdi gyermek kosárlabda ese U16-osai, akkor még inkább jár a külső szemlélődöktől, de a szakmai szemektől is a dicséret. Valami megmozdult a tartósan hanyatló, a létezésért küzdő szekszárdi férfi kosárlabdában utánpótlásfronton. Az új klub alapítója, Mandulás Zoltán, az utóbbi évtized egyik legkiemelkedőbb szekszárdi játékosa, 6-7 évvel ezelőtt a minőségi utánpótlás képzés okán bontott zászlót. Nem a levegőbe beszélt Mandula. Az U10-től egészen az U18-ig felálltak, és az U16 és az U18-ban az MB2-es klub nélküli szekszárd kezdi bontogatni szárnyait a férfi kosárlabda utánpótlásban. Jövetelünk célja az ország legjobb 16 csapata közé bejutás szekszárdi U16-osainak feltérképezése volt. Már tavaly megkóstoltuk a kiemelt bajnokságban való szereplést. Annyi volt a különbség a tavalyi szezonban, hogy akkor a szezon elején szeptemberbe jutottunk föl, és a keresztjátékban januárban a Honvédba vívott keresztcsatában mi maradtunk alul, és akkor a regionálisba folytattuk, és akkor az év végére a 17. helyen értük el, ami én úgy gondolom nagyon szép eredmény volt tavaly. Most meglépték a magasabb lépcsőfokot, ott vannak a hazai korosztályos elitben. És nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert ezt nagyon precízen, nagyon tudatosan végigkészültek erre a bajnokságra. Veretlenek vagyunk eddig az U16-ban, jutalomként voltunk Pilsenben egy nemzetközi kosárlabdatornán. Óriási tapasztalatok voltak, biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott abból, hogy így szerepeltünk. És a közösen kitűzött célt, azt nagyon szépen, fegyelmezetten, igazi csapatként végigvittük. Hamarosan olyan hazai sztárklubok, mint a PVSK, az Zalaegerszeg és az Oroszlány érkezik Szekszárdra, nézőként is vonzó meccsek a láthatáron. Akadémiákkal játszunk, mások a feltételek, bentlakásos iskoláik vannak. Ezt a szintet még nem tudjuk biztosítani. Vannak céljaink, középtávú, hosszútávú. Per pillanat ez a, hogy ebben vagyunk egy picit lemaradva a többiektől, hogy még a délelőtti tanítási órákra még nem tudunk belógni egy-egy iskolába és a tehetségeket kiemelni, vagy ha igen, akkor még ilyen, ennek még nincsen ilyen olajozott útja egy Szekszárdon. A hétközi gyakorlás intenzitása nem csökkent. Boldog arcok köszöntek vissza, és a fejekben már ott motoszkált a srácoknál a soron következő nagy meccsek várakozás teli feszültsége, izgalma. Nagyon megszerettette velünk Zolival kosárlabdát, és hát ahogy látszik, mai napig is folytatja mindenki. Sok korosztály van már, fejlődött GK-s, amióta megalapította. A legutóbbi győzelmünk ugye ez a régiós döntőt, amit megvertük a Kaposvárt kétszer is, és bejutottunk a kiemeltbe. Az esélytelenség felszabadultságával egy-két skalpot azért begyűjtenének. Azért ez egy teljesen más játékerőt képvisel a kiemelt bajnokság, ugye a legjobb 16, de meg szeretnénk mutatni, hogy mi, nekünk is ott van a helyünk, és hogy teljesíteni szeretnénk. Alig, ha nem, a névváltozás is időszerű, hiszen 2011-ben még valóban gyerekkosárlabda klub voltak, de ma már U18-as, nem is akármilyen csapata is van a klubnak, miközben a piramis alja is eléggé széles. A még meglévő regionális bajnokságban szereplő régebbi szekszárdi klubbal, az FKS-ével is élő a kapcsolat, nincs szurkapiszka. De meg kell említenem ugyanakkor, hogy az FKS-e is tevékenyen részt vett ebben, mert ugye az elején még együtt dolgoztunk, kicsit külön nem. Itt is bizakodóak vagyunk ennek a terén, hogy akkor, amit említettél az elején, hogy bár még két front van, de igazából egy szekszárdi kosárlabda van. Mi nagyon szeretjük ezt a sportágat, a Zoli is, én is, az egész edzői stáb, és szerintem ez ki átragadt a játékosokra is. Aminek gyümölcséből, hozadékából hamarosan a kosárlabda szerető szekszárdi nézők is részesülhetnek. Mert valóban újra láthatáron egy MB2-es felnőtt bajnokságra érett, fiatal, saját nevelésű szekszárdi férfi kosárlabda csapat.